Figyelmesen hallgatják a nyíregyházi fiatalok a szövetségi kapitányt az Atlétikai Centrum tollaslabda csarnokában. Majd következik a közös bemelegítés, aztán ütőt vesznek a kezükbe a játékosok. A skót Gregor McQueen már több egyesületet meglátogatott, hogy tanácsaival segítsen az edzőknek és a tollaslabdázóknak. Januárban indult el ez a program. Én független vagyok minden egyesülettől, de igyekszem minél több helyre eljutni. Az a célom, hogy megismerjem a klub működését. Lássam azt, hogy mennyien tollaslabdáznak egy-egy helyen, milyenek a gyerekek, hogyan dolgoznak az edzők. A tapasztalatok birtokában igyekszem segítséget nyújtani ahhoz, hogy előrébb lépjen a sportág Magyarországon. A tollaslabda fél évszázados múltra tekint vissza Nyíregyházán. Az 1992-es barcelonai olimpián Harsági Andrea személyében nyíregyházi versenyző is képviselte Magyarországot. Sára Jenőnek hívják, aki 1970-es években fedezte fel, lehet 60-as évek, nem tudom, fedezte fel a tollaslabda sportágat, és honosította meg itt Nyíregyházán. És mi is mindketten Gönczi Andrea edzőtársam együtt tanítványai voltunk, tehát nélküle nem jöhetett volna ez létre, meg nem lennénk itt ma. És azóta nagyon, hát rögös utat járt meg a tollaslabda, nagyon szép eredményeink voltak annak idején is. Miután átvettük a stafétát Gönczi Andreával, utána is rengeteg válogatott játékost tudtunk kinevelni, illetve magyar bajnokot. A Covid egy kicsit megfékezte a haladást, de mióta itt vagyunk a sportcentrum keretein belül, azóta hál' Istennek minden feltétel adott ahhoz, hogy újra kezdjük és újra jó eredményeket tudjunk produkálni. A szövetségi kapitány nem csak szóbeli tanácsokkal lát el a versenyzőket, hanem gyakorlatban is megmutatta, hogyan kell tollaslabdázni a legmagasabb szinten.